Sajnos a járványhelyzet megint olyan, hogy csak egy ilyen kisebb és szolidabb megemlékezést tudunk tartani. Ezért kérek mindenkitől elnézést, és szeretném megkérni Nagy Irént, a Kossuth Lajos Asztaltársaság elnökét, hogy mondja el beszédjét. Köszönöm. De mielőtt én elmondanám a beszédem, hallgassák meg Bolla Imrét. Kedves ácsi testvéreim! Mikor ilyen háborús megemlékezés van, mindig az első háborúban meghalt nagybátyám utolsó levele jut az eszembe. Így hangzik. Kedves édesanyám és kedves testvéreim, ne sírjatok, ne bánkódjatok, hiszen én is sokat sírtam, mikor ezt a levelet írtam. Megkezdődik nálunk a véső nagy ütközet, amelyben a vér patakként csörgedez. Lehet, hogy az enyém is közötte folydogál, ha egy oroszgolyó véletlen eltalál. Hát kedves barátaim, nincsenek véletlenek. A megemlékezni meg kell nekünk, de a megemlékezésen túl mérlegelni is kellene nekünk, hogy vajon miért, kikért volt az eddig a történelmünk során a háború. Én megmondom egy szóval, a kamatért. Most meg ezután felolvasom ezt a idézetet. És miközben gondolatom ideér, testem a hajómezőn már nem él. Soha többé nem jutok már haza. Gondolj rám, a Donnál is magyar haza. Az ismeretlen katonának a sorai után engedjék meg, hogy én is üdvözöljem Önöket. Történelmünk szomorú része a Don folyó partjától történtek, melyet Doni katasztrófa néven is ismerünk. Magyarország 1944-ben lépett a Szovjetunió elleni háborúba. Ez Kassa bombázása és a Rahó melletti gyorsvonatra mért csapás után, mely szintén légitámadás volt, jelentette be a hadbalépést. 1942 elején már a német követelések határozták meg a Szovjetunió elleni hadviselést, mely még előző évben önkéntes volt, 42-ben pedig kötelező részvételt írt elő a német hadvezetés. A románok már harcoltak a németeknek segítésére, de az újabb német követelés csak úgy voltak hajlandók végrehajtani, ha Magyarországot nagyobb szerepvállalásra kötelezik, és a háború után Németország garantálja Magyarországgal szemben Románia területi épségét. A németek birtokába voltak annak, hogy a magyar hadsereg, a királyi hadsereg gyenge felszereltségével és technikai hiányosságaival nem az a hadsereg, amire ők számítottak, de úgy gondolták, hogy a fronton a szárnyvonalak biztosítására alkalmasak. A háborúba lépést Keitel és Ribbentrop kierőszakolta, illetve ráerőltette a magyar kormányra, mert Horthy levélbe biztosította Hitlert a magyar hadsereg részvételéről a hadműveletekbe. Ennek a hadseregnek második magyar hadsereg volt a megnevezése, melyet 1942-ben állítottak fel, mondhatni septében, és a keleti hadszíntérre küldték. 1943-ban Voronyes közelében megsemmisítő vereséget szenvedtek. A lehetetlen feladattal megbízott hadsereg megfelelő felszereltség nélkül a 30-40 fokos orosz télbe 10 000 számra vesztek oda. Hadászati vonatkozásában a németek alárendelt magyar csapatok teljesen el voltak lehetetlenítve. A magyar gyomor nem lekvárhoz szokott, hanem szalonnához.
az elégtelen étkezés miatt legyengült katonák között, a gyomor és bélbetegségek, a tisztálkodás hiánya miatt, pedig az élősködők, a fagyás okozta vittagveszteségek, sorolni is nehéz, amik mind-mind a katonák állóképességének csökkenéséhez, összeomlásához vezetett. A legvéső csapás számukra a rettenetes haderővel, dübörgéssel kezdődő január 12-e reggeli támadás volt, melyet a lerészegített orosz gyalogság kegyetlensége követett. Itt már nem volt támadás, sorok rendezése, csak a menekülés, a visszavonulás helyett. Mert a visszavonulást is meg kell szervezni, ezek az alakulatok fegyverzet nélkül, megfelelő ruházat és élelem nélkül menekültek, hátukba a hatalmas, kegyetlen orosz csapatok. Akik a támadás során nem pusztultak el, azokat fogságba ejtették, de tudott, hogy az oroszoknak maguknak sem volt elég ellátmányuk, sokukat egyszerűen legyilkolták. Akiknek sikerült egy kis előnyt szerezni, a menekülésbe rájuk meg a feldühödött partizánok vadásztak. Így tehát csak keveseknek sikerült megmenekülni, hazajutni. Így a Donhoz kivitt hadsereg 208 ezer plusz 30 ezer kiegészült a munkaszolgálatosokkal, 43 májusában csupán 37 ezer létszám maradt meg, aki visszatérhetett. A II. Világháború 600 ezer áldozatot követelt Magyarországtól, a mi községünkben is 600-nál többen esnek áldozatul, akik nevei olvashatók az emlékmű gránit lapjain. Az Ácsról bevonultatott katonák a komáromi könnyű gyalogezredhez kerültek, ahonnan a frontra vitték őket. A mai megemlékezés január 12. napja arról szól, hogy ezek az elesettek, elveszettek, akik a magyar hazáért adták életüket, az utókor kegyeleti gondolkodásában nekik kiáró tisztességgel méltassanak azért az áldozatért, amit hoztak az életük feláldozásával. Nekik halálukban nem jár ki a minden embert megillető végtisztesség. Nyugodjanak bárhol is, a magyar hazának ők a legdrágább áldozatai, amit soha nem feledhet ez a nép, ez a nemzet. Szeretném kérni, hogy lelkészeink emlékezzenek meg a Dunkanyarban elveszettekről. Isten országában a holtak is örökké élnek. Urunk, hallgass meg könyörgésünket azokért, akikért senki sem fohászkodott, akik szörnyű kínok között adták életüket a hazáért. Hősök voltak és áldozatok, add, hogy a te országodban örökké éljenek, s az örök világosság fényeskedjék nekik mindörökké. Értük fohászkodva, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Egyetlen mondatot szeretnék olvasni mai napi igényből, Mózes 5. könyvéből. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. Amikor ezt az ige szakaszt olvastam, tulajdonképpen az jutott az eszembe, hogy mennyire időszerűen szól napi igeként hozzánk ezekben a napokban. És az is az eszembe jutott, hogy a családon belül hallott személyes emlékekből milyen sokszor kicsengett a ki nem mondott félelem.
az, aki megjárta a Dunkanyart, az, aki onnan visszatért, bár hálás volt az életért, de sok-sok évtized múlva is úgy tudott róla csak beszélni, hogy érezhető volt a félelem, a halálfélelem a szavaiban. Hiszen ők ott nem csak egy nagyobb sereget, messze nem lovakat láttak, hanem a szembe zúduló halált minden technikai felszereltségével. És akkor, amikor egy ilyen embertelen környezetben, egy ilyen embertelen küzdelemben az ember is elhagyta az embert, mentve önmagát, akkor megdöbbentő olvasni ezt az egyetlen mondatot, amiben hadba készülő, hadba vonuló és saját életét féltve őrző és saját magáért és az övéért féltve aggódó embernek azt mondja az Isten, veled vagyok. És hiszem, hogy nem csak a küzdelmekben, nem csak a győzelmekben, hanem bizony azokban az utolsó pillanatokban, az élettől való búcsúzás pillanataiban, ígérete szerint velük volt, és velünk van a mai küzdelmeinkben is a mindenható Isten.